jó volt. Ez jó így. Láttátok, hogy a farmer kis csaj kikatapultált az erdőig? Valami üti az ajt. Nem, nincs mögötte semmi. Ja, nem a fasztán! Mindenki meneküljön! Az meg, ez nem az az ajtó! Emlékszem, hogy az is nagyon tetszett, már megmondom őszintén, hogy annyira nem emlékszem rá, de emlékszem, hogy az is kurva jó volt. És ez is kurva jó volt. Befagy! Úgy jött, te vagy! Anyádat. Figyeljetek, itt nem lehet semmi baj. Oh, a büdös kurva éle! De hogy siker... Pány bomba, az jó. Akkor dobjad, hát közel valami lányai. Mehet. Hát... Mi a fok? Back. Hát az kurvára nem jó. Most már lőjük. You do what you have to do. Hello darkness, my old friend. Áldozatra várva! Hol a palack? Itt a palack! Itt meg fogunk halni szerintem. Ez megadik a boss lesz, és ugye nem tudom, hogy mit csinál. Ezt nem felejtem el soha. Nem mennek egy kurva! Pá! Nem bírok mozogni. Nem bírok mozogni, besztákkoltam, és a kutya itt kúrja a lábamat. Hát azóta már nem kúrja. Szevasztok srácok, hello stream! Jó napot kívánunk, csövi, megkésve le törve, nem? Itt vagyunk, és folytatjuk a Silent Hill 2-t. Na, hello Gabesz, jó napot, Grabó, csupa G betűs gyerekek. Gabesz, Grabowski, Gabóka úr, ez igen. Na, van még G betűs chat? Kinek ki ez, aki G betűs? Jó napot, mi újság, hogy vagytok, milyen volt a napotok? Triple G, azaz. GGG, ez már triple GGG, azaz. Na, hölgyek, urak, akkor folytatjuk tovább a mókát. Ugye tegnap úgy fejeztük be, hogy csodálatosan kifagyott a játék. És akkor most mehetünk újra. Gondolom a save ponttól. Bár nem biztos, már a videónál biztos volt autószave, úgyhogy ha minden igaz, akkor onnan megyünk, hogy főszedtük azt a tier 2-es melee weapont. Hát ezt tehát mindjárt ki fog derülni. Hű, bazd meg! Na figyeljetek, mert itt viszont kérdezek. Jó? Most erre remélem, hogy tudtok válaszolni. Szia, Bóvi! Hello! Kellemeset! Na, az a kérdésem, hogy ugye tegnap mondtátok, hogy fönn még maradtak ki dolgok. Ezt nyilván sejtem is, hogy... Menjél csak!
Várjál, ezek le fognak hányni. Kibaszott hangos. Ha megpusztulok, olyan hangos. Na így. Szóval, az a kérdésem. Ott, ahol a főső utca, az a Nathan Avenue, azon, innen is majd vissza fogok tudni oda menni? Vagy az most már le lesz zárva, mondjuk azon a Carroll Street-en. Tehát, hogy oda az északi, a például az Optimus Fuel, meg a Peters Bov uráma, a bal felső sarokba, oda vissza tudok menni? Elméletileg csúnya lenne, ha nem. Tehát vissza kell, hogy lehessen menni, és ha bízunk benne. És hát legjobban meg abba bízunk, hogy most nem fog kifagyni túlságosan. Jó, gyere, csak mondom, hogy azt szokott. Jó, ennek visz. Ez. A nadragújatőbb az. Nem maradsz. Befeteg. Jó, most stabil 60 az FPS, úgyhogy most nincs probléma. Még is stabilis. Ezzel elizsnyák el is. Egyszerűbb ugye, fájt, végét elkapott itt az ebben. Nem mindig kívül van, hogy ezt lehessen pótolni. Egy hengen amúgy. Egyszerű. Én azt sem tudom, hogy fogyok tesz ki. Okay. Yep. Még egy csodálatos jó. Itt valami lépked. Halljátok? Lehet, itt van csak, ez itt van, baszdmeg. Ennyi hírt viszont nem fogok erre elpazarolni. De igen, lehet. Lehet. De ahogy mondom, hogy a kis gyönyön nyilatot adni, mert az a 10 fölött az nem volt már túl sok. Gyerünk tisztelt, hogy nem tudás vagy. Luffy? Oké. Okay. Nagyon kibaszott kellemetlen ez a faszlag. Mindegy, kacok. Az a lényeg, hogy ezt valahogy meg kell szokni. Most ugye visszaállt a szenzünk ilyen nagyon alacsonyra. Hát ugye ez az. Én már nem tudom, spacok. Anomáliák. Őrült sokasága van.
az ugyanit az van, hogy innen jöttünk. Oké, tehát ez volt itt a másik kiárat. Ugye így droppolt ki minket. De ugye olyan szinten szaggatott, hogy már nem tudtam ütni se. Ez azért szép, és csodálatos, mert az egy gyertem. Jaj. Vízünkben nem fogunk kifagyni, mi az? Jó. Ja. Na, jó, ezt a kicsit. Mert ez itt még bebújt valahova. Kicsit hangos a zene. Hangosabb, mint eddig volt az a másolunk? Ugye innen jöttünk. Szia Norbi! Hello! Hova hangos? Ódik! Én vagyok a hal. Igen, jobb esetleg nem most így, akkor bekapom a mikrofont. Aló. Maybe like this. Jó. ABCD. Nem tudom azt, hogy a hal húgatott te. Nem, elméletileg sárgában ez a potméter, szóval az egyet nem értem. Szóljátok, ha így is rossz, és megigazítottam a Mikit, akkor állítunk valamit. Over there. Az baj. Azt a kutya faszán. Jó. Ezekkel jobb így elbánni, mert be túl sokat kell mílizni, és ez... Gényel jöttünk, hogy nincs esetleg valami, de itt. Szerintem csak a játék zené hangos most. A játék zenéje, de ha nincs zene, akkor jó. Tehát a zene, akkor audio... Nincs kacok, akkor így... Tudom, én lehúzok mindent ide. De megnézzük, hát a fasz se tudja. Én ezt nem értem, hogy ez most hogy lehet. De... Akkor ok. Kicsit lehúztam. Oké. Okay. Egy tojbát indít, hogy itt most megvagyunk. Ez is van. Jó. Na majd nézegetjük, jó skacok? Nem tudom, hogy mi a fasz. I think we are safe. Oké, átjutottunk ezen a részen, oké, és akkor most vagyunk abban a Heaven's Night. De itt meg most nekem tök halk lett a lépés is. Ezt visszahangosítom, skacok már. Lehet, hogy az előbb volt ott valami, ami... Ja, az előző, hogy hívják, tuti, hogy az volt, skacok. A direkt volt hangos a zene. Ilyen nyomorult rész volt. Itt most speciál nem hallom a lépésemet. Oké. Okay. Piros ajtó. Csodálatos.
closed. De olyan pillangó van ott a falon, mint ami neki van. Ja. Milyen érdekes, nem? Hogy ott van pont a csöcsei közöttek kút. Hello, papászom, jó napot! Csöcső! Oké. Okay. Hello, Sundor, csá! Köszi, jó szórakozás! Nos, kacok, fassa. Hát ezt egy kicsit így végig futottam ezt az egészet. Egy 4 hílt elbasztunk, amit ugye nem kellett volna, de hát legalább megint lehet akkor csinálni. Szuper! Hát most az a gond... Húha. Azt a kurva be. Hát én oda nem akarok bemenni. Nem tudom mi az ott, de... Ez itt a konyha. Ej, ej. Ej, de jó sötét van. Ja, ez itt a csajoknak az öltözője, figyeljé. Figyeljé oda. Ready to kill it. 12-es fotó. Hát, én a One Cement azt már nem fogom streamelni, és kacok, én elhiszem, hogy kurva jó, meg biztos is vagyok benne, hogy kibaszott jó. De... Maria? Hello? Hát nem bírom utolérni magam a gémek tekintetében se, úgyhogy... Hát majd egyszer lehet. Wow. Juhu. A mocska. Ja, hogy csak nézzek rá. Ja, ja, ja. Jó. Jeszti. Jön az RDR. Ott a pont. Na, ott a pont. Látjátok? Valaki figyel. Ha! Ha-ha-ha. Nem rögt be menni. Bezd meg ezek a babáget. Jesus. Aha, ide láttunk be. Na, ki fog itt megkulálni? Lehet, hogy senki. Maria? Ez lehet, hogy csak egy látomás volt. Tehát tuti nem rendes nő volt ez. Ja? Ez valami ilyen képzelgés lesz. Vagy lehet, hogy ez a vágynak a jelképeit, vagy a... Valószínű valami ilyesmi lesz. What? Come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this Sia Mackenzie? Hello. Special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here. Again? It's a phenomenon. Can't we stay? Just for a little while. Nem, te tuti valamilyen izé vagy, valamilyen kondémon, hallott haver, ez 1000%. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... This place, majd mondom, this ez a izé a megcsalásnak a like jelképe lesz. I just wanted to get away hogy, from it even for a hogy second. A Mary, tehát no, hogy a Mary-t akkor hagyjuk, és hogy őt fine. Helyezzük úgymond a középpontba, meg hogy sorry, ővele foglalkozunk. És ez a Mary-nek az elfeledése gyakorlatilag itt. I guess this place is getting to me too. Oké, egy dupla viszki. Az még belefér. Engem is szélnek el a démonat. You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess.
I can think of another. What's that? Hopeful. Well. Right. That's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. Hát remélem lehet választani is, kacok. No? You sure? Nézd oda. Ez az egész az fixen. Fine. Be that way. Here's two. Ne. Andai. Mit meg azt is, Mária? We should probably get going. Ad a James az, az kőfaszú, az leszarja. Nem is értem. Ready when you are. Nem is értem. Majdnem... Nem idegy, csak hogy így, tehát itt ilyen lábatlan kis bóc, zozók vannak, meg minden, meg itt van ez a nő, és hogy itt van ez a hely, itt van a rúd, itt volt az alkohol, és szerencsétlen nem mert fölállni egy órán keresztül, mert állt a cerka. Hát, és, hát ez meg mi a fasz? Ja, hogy itt ilyen kis nővér egyenruha is volt. Így magyaráztak ki, Árpi. Vagy valami liter. Na végre itt egy szép pont. Jó. Pak. Oké. Okay. Na, akkor mit tudunk itt meg... Is that you? Would you like it to be? Jézus, hát jó úristen. Ne bassz. Ez a pia. Ez mi? Reed. Lost and found. Na hát, de ott van a... Ott van egy kép. Ezt nem lehet... Jaj, bocsánat. Ezt nem lehet kipurfinálni. Ugye nem lehet, lol. Na most az a... Nekem az a kérdésem, hogy... You gonna dance for me, big guy? Hogyha az a pia, én azt nem, az a baj, azt nem merem. Mert akkor itt el fog szabadulni a pokol. És én most ki akarok tartani itt a izé mellett, hogy nem engedünk a meg a szeánsznak itt. Nem szabad. Gyerekek, nem szabad. Jézusom. Na. Let me know when you want to move on. Menjél. Most. Let's go. All right then. Come on. Nem. Nem, mert abból... Tehát... Annak tudom, mi lesz a vége. Tehát az nem egy kör lesz. Nem. We could come back later if you... Nem, mert mondtátok, hogy van benne 8 ending. I'm not sure if that's a good idea. És egy kicsit én ezt most így próbálom szem előtt tartani. Egyébként leszarnám. De itt szerintem minden kis rizs számít. Hogy iszol-e, nem iszol-e. Na mondjad, mi lett volna, mert nem fogom megcsinálni. Hát nyilván az, hogy bebaszunk. Semmi. Csak megnézi, nem mondod. Ó, bazd meg. Na jó, mindegy. Én próbálok figyelni most a részletekre. Amennyire csak lehet. Kicsit ilyen RP-sel játsszuk ezt, kacok. Na figyeljetek, itt most az van, hogy ez akkor, ha minden true, akkor itt le van zárva. És akkor most kéne akkor főfedezni ezt az open world részét, úgymond. Aztán meglátjuk, hogy mi... Húha. Ez ha ilyet berecsents, kacok, akkor...
Akkor neki gyorsan fagyi lesz a vége. Ja. Ja. I think I'm actually getting used to you smashing stuff up. Oké. Okay. Csak megnéz. Okay. Hát hol vannak a lootok, elnézést? Jó, ez egy zsákutca, de bejövünk mindenféleképpen. Nagyon stabil, itt semmi nincs. Ez csodálatos. Na nézzük a gépjárműveket. Henzseg a lúton, várja, ez mi a fasz? Olyan, hogy ide be lehet jönni? Kérdés, ez átvezető a főútra? Valószínűleg. Ha ez kivezet a főútra, várja, nem akkor back. Hát az meg a másik sundor, így van. Pontosan. Na. Odi. Hopp. Ez az. Jó, hát lehet, hogy ott tudunk csak kimenni, ha jól látom. Ha csak nem lesz itt valami megbaszott kis mellékút. More of those things. Azért az keményen kibételt két, plusz két lövést belőlem. Mindegy, itt van a csere. Szuper. De gyerekek, van 100 lövedékem, ez olyan mindegy. Tehát itt lehetne úgy, hogy a levegőbe lövődözök. Ugye ez a 30 FPS-es lövés, ez tök kiégek amúgy. Nagyon meleg. Jó, na skacak, akkor itt most megvagyunk, akkor erre tudunk jönni. The one and only way. Is here. Hello, vitéz Levi apa, csövi. Szia Ádám, hi hi. Jó napot. Na és akkor most ugye ez az. Na akkor most itt megyünk először jobbra. Az a visszavezető út. Ja, na ugye ott voltunk. Nem megyünk el jobbra. Bizony. Na és én azt akarom most meg tudakolni, hogy itt, hogyha elmegyek az utca végén jobbra, és utána megint jobbra arra, Nathan Avenue-ra el tudunk-e menni. Mert onnan lehet, hogy softlockoltam magamat. Mi? Itt van valami groove. Na várjátok, én most ide nem megyek be. Most ezt mindenféleképpen meg akarom nézni. Hogy arra el tudok-e menni. Vagy mi a rejsz van. Hogy érted, hogy érkemény? Ja, itt van. Ja, hogy ez az egész itt le van zárva. Aha. Hát ez csúdi jó. A kurva élet. Skacok, akkor ez szerintem soft lock lett. Akkor ott két location is kimaradt a fönti részen. Faszom. De ez elég szomorú. Na jó van, hát ez az így jártunk kategória. A softlockban jó vagyok. Ez jó szokott menni. Mindig amikor ugye szájjáratot keresek, azt elmegyek a főquest irányába, mint egy idióta. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a szájjárat. Alright. Na beértünk a füvészkertbe. A garden. There's a bit more to it than that. Ez nem csak egy kert. Nem mondod? I don't think I've been here before. De nem gondoljuk, hogy itt már voltunk. She's just around the corner. She? Mi a fasz? Ej. Na, annak a szobornak van feje.
is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out. Hát egy nő, akit számkivetettek. Sentenced to die on an és island out on the halálra ítélték egy szigeten a tavon kívül. There was a man in town. De volt egy ember a városban, aki őrülten szerelmes lett a nőbe. Minden este kiosont, átment a tavon, és kaját vitt a csajnak. Társaságot nyújtott neki. És minden este csak állt ott a parton, és egy gyertyával világított, hogy utat mutasson neki haza. De ezen a különleges éjszakán egy óriási vihar tört ki, ami a nyílt vizen érte, és elfújta a gyertyát. Sötétség ellenére azt nem adta föl, nem fordult vissza, kereste a nőt, és harcolt a hullámok ellen, amíg végleg a hullámok elragadták. Azt mondják, hogy még ekkor sem vesztette el a hölgy a reményt, és minden egyes este kiment a partra. Világított a gyertyával, hogy a szerelmének utat mutasson, hogy a partra vezesse. Mennyi volt a sztori? De trólám! De nekem csak ezzel kapcsolatban egyetlen egy kérdésem van, hogy honnan a faszomba volt annak ennyi gyertyája? She's not here. Nincs is itt a nő. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. Az érzitek, milyen kis fordítást vittyentettem ide nektek. Amit nem értettem volna mindenki, de mindegy, ez most jól esett. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Valaki visít. Ezen most a csaj is meglepődött. Manda hűt lenne his feje. Nagyon közel állunk a fagyáshoz, gyerekek. Másodpercek kérdése, úgy értem. Még egy ilyen akadás és rip. Még így megállok, hogy összeszedje magát a játék. Gyerünk játék. Szia, Axil! Gyerünk játék, csak ügyesen. Bírjad a strapát nekem, ne kifagyjál, bazeg. Szépen, nem megyek le. Nyinyi. Ó, hogy rohadjál meg mi oda. Ah, be kell mennünk a színházba. Hát ez csodálatos. Jó, hát menjünk. Menjünk, bazon. Bum. Ja. Ja, hogy ott megyek be. Fasza. Loot. Hello, Frank! Jó napot! Na, ez elméletileg egy save pont, mert videó van, úgyhogy most már kifagyhat. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. Aha, ide bezzeg nem jön be. Sötét van. Még megvágja a kis térdecskéjét. Yeah. Be careful in there. Hello Nightingale, csöcső. Hát az a fagyásnak az oka, hogy most úgy van belőle, amely eszméletlenül zabálja a GPU-t, azt ugye 30-70-en van, hogy az egyetlen megoldásunk erre az egészre az volt, hogy gyakorlatilag 30 FPS cap-en vagyok. És ugye az Engine Inibe meg beírtuk, hogy menjen a frame gen, és azzal ugye bedupláztuk a 30-at. És így most 60 a streamnek. 60 a tier. De az a 60, az nem 60, az 30. És a frame gen miatt, mivel nem alapvetően a játékban van benne, hanem ugye be kell írni az engine file-ba azt a kódot, azt a kód sort, ami miatt ez gyakorlatilag elérhetővé válik. Mert nem tudom, mi volt egyébként a gond vele, de hivatalosan nem kapott frame gen-t a játék.
de a fejlesztők adták közzé, hogy egyébként van benne. Na és a frame gen az egy ilyen dolgot csinál a game-ben, hogy így random fagy. Hát, hogy nem tudom, hogy miért, de így random fagy. Ott a kis csaj. Meg az Eddie, az a kis dagi faszi volt, nem? Hát ott moziznak. Igen. Hát nincs meg a 60 stabil FPS. Ugye az a probléma. De egyébként a nagyon érdekes dolog ezzel az, hogy ugye úgy van megcsinálva gamma, hogy tök érdekesen renderel, ezt megfejtettük már az első adásban, hogy nem azt rendereli, amit látsz, hanem mindent egy adott zónába, és azért fogyaszt ennyi rohadt izét a GPU-ból. Mert ez egy másik játéknál, ez amit itt látok, ez itt 120 FPS lenne ezzel a grafikai megoldással. Tehát ez optimalizációs probléma, pontosan. Így van. Ez majd ki lesz javítva. Egyszer csak. Na bazd meg. A budi. Ez az. De még milyen jó, hogy itt hagyták a lőszert nekem a budiba. Jézusom. Na skacok. Itt most lesz valami. Tehát ezt érzem. Fú, bazd meg uram. Na gyere. Itt ebbe vannak. Nincs is semmi. Hát ez furcsa. Várj, és ebben itt... Gondoltam, hát ha van ott valami papíros, de... Jó, van, nincs semmi. Oké. Azt a tarisznyádi. Tarisznyádi zsákos. Na itt van, na várj, itt a másik budi. Nincs vége. Még szerencsé, hogy nem open world, ja. Na, hát elég szarú van optimalizálva. Igen. Na, utolsó budi. Hú, bazd meg, ott a lőszer. Szar benyitni, bazd meg ezekbe a WC-kbe. Mindegybe be kell nézni, uraim. Ott is el van törve egy. És ez már nem a nightclub, mert akkor lenne egy hasonlatom, hogy miért törte a WC-csésze. Oké. Nothing. Hát menjünk be. Oké, a kis csaj eltűnt. De az Eddie itt maradt. Jaj. A 40-es széria már elég hozzá. Igen. Nem, egyértelműen nem. Tehát ez fixen optimalizációs gond. Na láttunk már csomó ilyen játékot. Hát egyébként ugye a Last of Us is ilyen volt a megjelenéskor. Tehát nem volt olyan PC, ami az elment volna properly. Aztán szépen megcsinálták azért azt is. Tehát ennek nincs olyan, semmi olyan effekt nincs benne, ami indokolná ezt a GPU kihasználtságot. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. Persze, hogy nincs már neki 40-es kártyája van, erről beszélünk, Grabó. Nyilván egy 40-90-nel megint nem veszed észre, meg 40-70-nel se veszed észre, hogy itt probléma van. Mert van annyi véram a GPU-ban, hogy leszarja, hogy akkor a kihasználtsága, ami indokolatlan. Tehát azt a kártyát az nem érdekli. Kiröhögi. Are you alone here, Eddie? Erre mondják azt, hogy optimalizáltsági kérdésekről beszélni csak mid vagy low PC-vel lehet. Mert akinek high-end PC-je van, az mindent leszar, mindent főbasz ultrára, és nem érdekli soha semmi. Laura, is that her name? 2019-ben én is ebben a helyzetben voltam, amúgy csak szólok. Egy fél évig. I'm gonna go look for her. Régi szép idők. You coming? Now you want me to come with you? Nevermind. Unreal Engine 4, ja. Hát mindegy, eldöcög. A lövés nagyon-nagyon rossz benne. Mert ugye én a lövésnél meg a Millinél is érzem, hogy ez egy kamu 60 FPS. Na, erről beszélünk.
Jó, nem baj, tehát, hogy én ezt mondtam, hogy ez fagyás lesz, mert túl sokszor bedöccent. Most videó közben történt meg, ugye ilyen még nem volt. Hát abba bízzunk, srácok, hogy itt most volt szép. Ja, ez most idejekorán. Ugye tegnap egyetlen egyszer fagyott ki a 2 óra alatt a legvégén. Hát most megkaptuk, ami jár. Jó, van mindegy, nézzük, hogy mi történik, hogy hol vagyunk. Az a helyzet, hogy még mindig egy kicsit úgy vagyok vele, hogy inkább fagyjon ki, meg inkább pofázzak arról, hogy félek attól, hogy kifagy, mint hogy ténylegesen ezzel a 30 FPS-sel menjek, 30-40 FPS-sel, mert az viszont már, tehát ugye látszatra is látszódik, hogy 60 alatt van, akkor az viszont már para, mert az akkor már nagyon-nagyon kellemetlen. Na nézzük! Nem baj, skacok, legalább a végigjátszásunk időtartama az időn belül lesz ezekkel a dolgokkal, ugye. Amit a puzzlikon behozunk időt, azt elbasszuk ezzel, hogy újra megyünk a videós jeleneteken, meg a walking szimulátor részeken. Csodálatos, de legalább el lehet tekerni. A büdös kurva anyád, vagyis hogy... Ja Istenem! What? I think it came from inside the theater. És ugye, tehát az a legszebb, hogy ennek a videónak a végén lett volna egy szép. De várj, itt se volt szép, és én azt hittem, hogy itt van. És nem volt itt se. Na mindenhol, most berongyolok, mert ugye a location-ök azok megvannak. Gyors, főszedjük a cuccot. Nem volt itt sok dolog. Oda be se nézek. Bemegyünk a budikba. Szedem a 2 lootot. Az cső. Ez azért kellemetlen, mert viszi a játékidőmet teljesen fölöslegesen, és azért minimális szinten azért fölbassz. Walking-ónál te is? De azt tudod, hogy ez Kandémon, Frank. Annak akkora heréi vannak, hogy... Annak a Máriának a valóságban akkora heréje van, hogy tudom, hogy senki nem akar ebbe belegondolni, de higgyétek el. Tehát őt csak hívjuk úgy, hogy Mr. Here. Mr. Balls. Ballsy. És ilyen jó kis szőrös, és így ízél vele, így. Vagy hagyjuk. Vagy... Oké, és ezt akkor most eltekerem. Speedrun. Így is van. 1 perc, 10 másodperc, és kész is vagyunk. Oda nézzé. Who is that girl anyway? Jó! I don't know. Én már végigvittem kétszer, tudom, hogy nem. I swear. Nem? Akkor hímnős? Hát mert ennek a Máriának tuti valami baja van. Tehát ennek vagy fasza van. Na itt találtunk egy ilyet. Ez fanyos. Nyolcas. Tehát ennek a Máriának valamije biztos van. Jó, ne is. Köszi. What the fuck? Mit több terem van, vagy most én itt csak... Jaj. Aha. Hey Mr. Alkohol, hát itt vagy már megint. Hol a lú? Nincs lú. Mi a fasz? Most ott mi van? Laura? Ott fönn van. Na várja, fő kell menni. Akkor menjünk azon az ajtón, ami nyitva van és fénylik. Mit szóltok? De itt, ha megint nem lesz szép, és kifagy, és be-spawnol a kertbe. Ó, bazd meg, kezdődik. A penészes fal. Na. Jó van most már? Ott egy játék, kicsi, bazd meg. Úgy. Most valami jumpscare-t bead, akkor én beszarok. Hát mennyi izé van itt, oda nézd, mennyi tekercs.
Itt van a keserédes vágyálmok 1-től 10 évadig az összes részben, az meg archívumba. Az kemény. Menjél? Mi a faszom? Most... Hát én, amúgy igen, ilyenrel az biztos, hogy ez a vaterán el kellene elég szép izébe, összegbe. Hát itt most én nem tudom, hogy mi a helyzet, skacok, de... De itt mintha nem lehetne csinálni semmit, és ez fura. Hát végignyomkodom az elbetűk, mert lehet, hogy itt valahol át lehet réselődni. Csak nem jelzett semmit. Ja persze, mert itt a fű a fehér ruhánál, jaj. Drágos. Hey! Itt van a kis pudvás. De valószínű, hogy ez a kis csaj is valami érzés, vagy valami lélek állapot a faszinak. Lehet, hogy ez a remény, vagy a nem, még nem tudom. Erről a kis csajról még nem sok minden derült ki. Ez ugye a másik teremnek a izéje, pilóta fülkéje úgymond. Meg van itt film. Jó. Nem csak itt lezsalunk. Na jó. Jó. Wow. De most visszaértem az elejére. Laura, stop! It's dangerous! Laura? Na remek, ez is rossz Laura tett. De szar volt. Oké. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but... She went that way. We can still catch her. Aha. Na. Oké. Akkor most úrik a majom a vízbe. Hogy én innen el tudok-e jönni éjszaknak? És kiszoftlokkoltam magam. Ja. Oké, és kacok, akkor it's a softlock. Tehát abba a Pete Ball órámába, a Silent Hill Historical Society-be, meg a Ocantis Fuse-ba oda nem tudunk elmenni. Mondjuk, hát mondjuk ez egy szar rendszer így sajnos. Mert ezt nyitva hagyhatták volna itt ezt a kaput. Mármint olyan értelemben, hogy ugye nyilván úgy volt felépítve a game, tehát hogy éjszakról ne lehessen be, tehát úgy kellett volna csinálni, hogy éjszakról lezárni, de amikor már itt vagy, akkor viszont ezt kiállokkolni. És betenni egy falat oda a széf elé. Ez úgy sokkal-sokkal jobb lett volna, hogy az open world részt, ami optional, azt nyitva kellett volna hagyni. Faszom. Na, majd írok én ezeknek egy petíciós levelet, ha nem tudják ezek, hogy kell gémet írni. Figyeld a paradicsomos üveget? Akkor az a fönti rész az sajnos az toppantyú. Bár aztán még lehet, hogy kinyílik. Nem tudom. Majd alakul. Oké. Most ugye ez itt megint zsákutca. Januber! Lesz még lehetőségem, király? Jó, nem, ez nem volt spoiler, ez köszönöm. Mert ez megnyugtatott. Jó, ez fasza, hogyha el lehet oda menni, az jó. Oké, kösz. Nem bírok átmenni. Jó, hát ezt én kérdeztem igazából, úgyhogy ez arra volt válasz, úgyhogy no para.
Jó, akkor viszont nem szóltam, tehát hogyha a játék úgy van megcsinálva, hogy vissza lehet menni, akkor minden fasza. Na tehát ugye itt van, ide kell jönnünk ebbe a hospitalbe. Viszont most akkor előtte itt ezt a környező részt, ezt azért megnézem. A másik nem akkor a lúté. Jajjaj! Ugye játék. Ugye nyilván majd megint egy falba fogunk ütközni egyszer csak. Wow, itt így enged eljönni itt a fal. Anything? Hallod, de a grabó keze, láttátok milyen gyors volt? Pedig abban másodpercben mondtam, hogy, hogy az rendben van. De váterőte. Kemény bazza. Grabó a hét mesterlövész egyike. Egy elfeledett kor nagy reménysége. Rossz évben és rossz helyre született. Na de sem megyek be, Stuti. Azért vagyok itt, azt mondja. Jó. Ambulance. Ebbe kell, hogy legyen valami. Hát basszátok meg a... Basszátok meg a medikál kocsitokat akkor. Lecsapódjuk. Azaz. Mind a kobra. Ó, bezzeg. Ez egyébként biztos vagyok benne, hogy az északi zóna az, az ugye akkor nyilván ott nincs sztori, hogy az only loot. James, mi van? Look. Mi? Isten is, ez egy kibaszott kórház lesz. Ezt már látom lelki szemeim előtt. A kórház. Mert itt van még kocsi, ezt mi megnézzük, mert ugye itt még nem voltunk. És itt a lúti mútit. Azt fő kell kapdosni. Mármint hát azt a lútot, ami, amit a játékban nem raktak bele. Jó, és akkor engem még az érdekelne, hogy itt mi van. Hát ez itt... Itt vége van a falunak. Ha arra kimennénk, akkor vége lenne a játéknak. Na, javíthatsz. Úgy is van. Ezt vártam tőled. Bazd meg, most kifagysz, én agyon verlek, hallod, játék? Ha most kimersz fagyni, akkor véged. Pedig ezeket a kukákat még megnézem. Ott van. Mondtam. Várjál. Most már bemegyünk, mert ott lesz save. Be kell menni. Kacok. Itt már nincs mese, be kell menni. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Mielőtt kifagyunk. Menjél! Menjél! Úgy. Szévej? Hol a szév? Hol a szév? Ó, a kutyának a faszát. Bocsánat. Mi ez? Is that a gun cabinet? Shotgun! In a hospital? Yeah. Oké, okay, nincs benne, de ez indikálja nekünk, hogy itt lesz shotgun. Backshot! Hopp! Aha, egy, persze egy. Persze egy. Hát mennyi lenne? Oké, okay, hol a save, 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 hol... Ott, ott a save. Én most leszarok mindent. Nem érdekel, ide befutok. Hogy szarjál lovat? Ugye ezt visszatöltöttem volna, de hogyha el lehet menni, akkor minden, akkor minden jó. Ezt meg is tartom, azt az én ebben meg szépen. Oké. Okay. Na, skacok, akkor most mehet a... Most mehet a főfedezés. Handgun ammo. Papír. Hűha. Azt mondja... Tehát a folyamatos incidensek, amik a kulcs félrehelyezéseket illetik, ettől a ponttól kezdve, azt mondja, a műszaknak a végén vissza kell helyezni a megfelelő helyre a lockerbe. Azt mondja, minden személyzeti tagnak meg kell jegyezze a zár kombinációját,
és nem mondhatja senkinek, csak az engedélyezett személyeknek, ugye bármely körülmények között. Bármilyen probléma esetén jelentse a főnővérnek a hármas terembe, a kivizsgáló terembe. Hát ez kurva jó lesz. Milyen faszom ez? Azt mondja, az igazgató azt kéri, hogy a három különlegesen fontos páciensnek a fájjait kéri. Azt mondja, tudod, hogy kikről beszélek? El tudnád magaddal hozni az irodájába? Húha, itt akkor lehet, hogy valami... Itt ilyen kísérleti dolgok is folytak? Gondolom a különleges páciens alatt azt érthetik. Hát mi a faszt értenének? Az szép volt. Dr. Hugh és Dr. Atkinson a kertben. Még jó, hogy alá van írva, hogy kik ezek már. Na Margo. Na itt most kéne találnunk egy térképet. Úgy is van. Úgy. Óha. Jó, jobbra kell menni, akkor balra megyek. Bár nyilván minden le lesz zárva. Gondolom itt is úgy lesz fölépítve a game, hogy aha. A kafetéria zárva, ez is zárva. Hát ez meg aztán. Ha! A nővérek gyakorlatozás közben. Bazd meg, megint egy budi. És egyébként a WC-ket miért nem zárják? Már mondta, hogy csak úgy kérdezem, mert... A kurva élet. Nem baj, skacok, el van mentve. Láttátok a cigi csiket? Ott fog benne a budiba? Jó, ide kell egy kulcs. Ez ugye a belső részleg. Jó, akkor csak erre tudunk jönni. Ez igazán csodálatos. Na hát ez 1920 körül még csak egy szintes volt. Azt a kurva. Na itt még csend van és napsütés. Remember. Poor appetite, contact. Jó, ez ilyen nyomorult szöveg, ezt hagyjuk, ez ilyen pamflet. De nem ide akartam jönni. 50%-os. Laura! Wait! It's okay! We don't wanna hurt you! Persze, szaladgáljál! Hagyjál meg. Why would she run from us? Hát ez egy jó kérdés, lehet, hogy szarszagod van, Mária. Nem lehet? De hadd nézzük csak be. Aha, ez itt van. Na akkor mielőtt oda főmegyek, maradjunk ezen a szinten. Hát ez nem működik, viszont itt van ez a hármas. Ja. Hát öreg. Ha nem tudod, hogyha nincs ajtó, akkor jó az ablak is. Be on your guard. Jó, papír van. Na várjál, mert ez viszont puzzle szövegnek tűnik. Tehát, hogyha a második olyan magas, mint a nővérek száma, akkor én még mindig alacsonyabb vagyok. Azt mondja, hogyha kettő meghal, akkor az egy az csak egy átverés. Jó, ugye nyilván itt tudnunk kell kontextust. A harmadik félben... Jó, tehát itt nem így kell fordítani ezt. Ezt meg kell jegyezzük, mert ez nem tudom, mihez kell. Ó! Egy. Foti költi. Hopp. Hát végül is egy kórház. What? Na jó van, skacok, hát itt ennyi volt. Buli.
Most azt kéne megnézni, hogy bárhova még el tudunk. Nem. Jó, na mindegy, ez mondjuk jó hír, akkor ez itt clear. És akkor találtunk egy papírt, ami fontos lesz, csak azt nem tudjuk, hogy mi ez. És akkor most jöttünk föl, ám bátor, előtte mentek egyet, mert ez a mai adás az eléggé recseg. Ezért szempontjából. Sajnos. Performance szempontjából. Hát ott is volt valami is kacok, nem? Pillanatra láttam egy ilyen kis interakt jelet. Itt van, bazd meg. Looks like there is a key in there. Várja, ez a... Na várja, ez volt az, amit itt olvastunk, hogy ugye mindenkinek a saját kódját meg kell jegyeznie. Oké, tehát itt ez fontos lesz. De mi van, hogyha ez a Z-kód? Ez. Aha. Lehet, hogy ez lesz az. De minden először fölmegyünk, mert hány? Ez három jegyű. Tehát itt kéne valami a nővéreknek a száma. Lehet, hogy ez az? Lehet, hogy 7. Aha. Tehát, hogy 7 a nővérek száma. Na várj, először fölmegyünk. Meglátjuk. Most ezt még nem érzem ilyen crucialnek, hogy... Aha, és lehet, hogy lefele is baszod. Először megpróbálom azokat a részeket... Hogy lássam, hogy... Aha, ide is kell majd valami. Kösz. Hát ott tud is emlénk. Jó fasz, na most akkor fölmegyünk. Tak. Ott van egy nyusz is rajz, szuper. Ezt a faszopó játékot amúgy. Hát kiszopatott. Hát kiszoptatott. Na várja, akkor viszont mégiscsak igazunk volt, és ez lesz az. Tehát ugye, akkor így viszont ebben a kontextusban lehet vele gondolkodni. Tehát azt mondja, hogy itt a második, tehát hogyha a második számjegy olyan, akkor annyi lenne, mint a nővérek száma, tehát 7, akkor még mindig egyen kisebb lenne, tehát a második számjegy ez a 8-as. With two of them dead and one just... Ja, de úgy, hogy 2 halott és 1 pedig átverés, tehát akkor nem 7 nővér van, hanem csak 4, tehát hogyha 4-4, akkor egyen sort, akkor a második szám az 5. 5. A harmadik would chop the firewood in half. Tehát akkor 1-5, mert a first was singular, azt gondolom az az egyes. Tehát 1-5, the third would chop the firewood in half, az pedig lehet, hogy 2. Tehát nézzük meg azt, hogy 1-5-2. Hát ha ez most jó lesz, akkor beszarok. Second floor? Of course. Bazd meg, ez az. Ott van, gyerekek. Jöhet a piros pont. Hát ez tombos megfejtés volt szerintem. Oké. Lol. Oké, és akkor most van meg a basement, tehát akkor most tudunk lemenni. This place feels so empty. Azt te kurva, ez jó volt, ez így tetszett. Basement. Aj. Ez meg. Hát ez csodálatos. Jó, egyébként ez nem olyan túl nagy. Tech room, boiler, pump room, generátor, laundry, storage. Akkor a storage-gyal kezdünk.
This one's open. Na. Jött, majd be kell kerülnünk. Hogy érted? Nope. Doesn't work. Elúlva ez meg, uram. Ha valószínű itt a generátor szobával kéne valami áramot csihóni ide a rendszerbe. Ugye ez a ez a pump room, és ott lesz szembe a generátor room. Ugye ezt mondom, hogyha kontextusba tudom rakni a szöveget, akkor easy, úgyhogy amikor meg nem tudtuk, hogy mihez kapcsoljuk, akkor meg gyakorlatilag érthetetlen a szöveg. De várja, ebbe üzemanyag kell. És ez meg gondolom a kapcsoló. Jó. Jaj. ...50% esélyünk volt. És itt volt benne ebbe a sarokba Mónika. Tényleg azért nyomorult helyekre rakja a játék, ugye ezt már tudjuk. Viszont még nem vagyok piros. Ez jó hír. Na most vagyunk ebbe a középső boiler szobába. Ezért csak óvatosan megy. Ott van a... És egyébként nem látszik a... Na így, nem tudom, ez mikor tűnt-e. Hopp! Na itt a karniszter. Empty! Várj, ez még üres. De már legalább megvan. Ebbe kéne olajat reszelni. Jaj, kösz már. Hát ezt meg majdnem itt hagytuk. Hú, mi történt az FPS-sel? Jaja, igazad van. És milyen fasz a fluid lett egyből? Azt a kurva élet. Igen, mert most ez megint bebugolt, és ugye most megint azt kell csinálnom, hogy 60. Így. Most belokkol 120-ra. Ezek ilyen érthetetlen dolgok. És most kell visszaraknom 30-ra, és akkor most lesz jó. Oké. Okay. Jó, na és így meg egyből tearingem. Hát mindegy. Igen, már megszoktam. Hopp, ugye ezt el kell tolni, de várjál. Na itt ezek a kis pinanyalatok. De még az sem volt elég neked? Gyerek, és itt volt benn. Ez az igazi régi idők szoptató rendszere. De én így már nem tudok izélni, hogy én ezeket a sarkokat megnézem, mert akkor túlságosan félnék. Oké, ott oda kell főmennünk. Még azt kéne megnézni, hogy itt ugye itt egy shortcutot tudok nyitni, meg itt még van egy storage szoba, azt is gyors megnézzük. Ó, hogy baszódjál meg. Viszont ezt itt fix. De öreg! Hát a kurva szádat folyjába... Na ugye, és ezt nem tudom megcsinálni, ezt a lövést. Ez egyébként csak szólok, tehát hogyha nem az, hogyha 100 FPS-em lenne, hanem ha meg lenne 60, itt ezek közül egyetlen egy hitet nem kapnék senkitől. Ez sajnos csak ez. Ez is, ez a lövés is sajnos. Hát mindegy. Hál' Istennek annyi heal van ebbe a csicska gamebe, hogy aztán itt mindegy. Oké, okay, tehát akkor ezt most kiállokkoltuk. Ugye? Jó. Hát csak azért idegesít, mert tehát ez amikor nem tudok eltalálni egy izét, mert 2017 Paladins feelingem van, az nagyon-nagyon szokott zavarni. De hát máshogy meg nem tudnám rendesen streamelni, úgyhogy ez van. Te jó. Jó. És akkor itt most átmegy. Na, jó, mondj, most megyünk át a storage-be. Alright. Hey.
hogy hova megyek? Tök mindegy, mert ha lőni kell, az megint mellé fog menni. Haha. Na majd itt fogjuk kiszívni. Úgy. Az F100-as. Oké, na most már van benne anyag. És most ide beproccolt valami mobis? Oh. Oké. Aha. Tehát mondjuk, hogyha nagyon ráérnénk, akkor meg lehetne nézni, hogy változott-e valami a régi térképhez képest. Dodgyot láttad? Na most ez egyébként, hogy honnan jött, ez egy jó kérdés. Mi lesz? Hopp! Tudjátok. Bleach, white laundry. Ez a mosás művészete. De ide kell bejönni. Ott is egy. Így fogunk elbánni, mert ez így atom biztos. Egyébként lehet, hogy kettő lövés is elég lenne. Jaj, de most visszaspawnoltak ezek a répás faszúak sajnos. Elevator. Na most csak kéverje ez itt? Van itt még olyan, ami? Nem, sajnos nincs. Még az a tech room az lehet, hogy most kinyílt. Aztán hopp, ott van a heal amúgy. Az nem tudom, hogy halott-e. De bizonyal az. This way. Oda nézd, ott mászik a Margit. Jöjj ide. Ne feledd meg. Jó, és akkor ez még kinyílt. Hopp. Tudom, hogy lesz itt is valaki. Ugye eljed? És nem. És egy darab. Hát ezt már nem dobálja. Hát ez egyesével esik. Soti lőszer. Figyeld, eltakarja a szemét, hogy belevilág. LOL! És reagálja. Erre lehet, hogy még achievementet is lehetne kapni. Oké. Na, első emelet, most érünk vissza ugye akkor a... Jújjúj. Ajaj. Oké. Okay. Itt már voltunk. Ugye ez az elevator azt a célt szolgálja, hogy fő tudjak menni a másodikra. Ha! A kurva anya. De figyelj már, itt voltam. Voltam már ez a szöveg. Ja, ez már volt, csak... Ja, minden, ne. Csak a menteni jöttem vissza. Kifagyjunk. Oké. Okay. Úgy, ez esetleg. Na, kíváncsi vagyok, hogy ezek az ajtók hogy fognak kinyílni.
És akkor most megyünk a lifttel a másodikra, amire kis csaj ment. Végre van valami használat. Nézd oda, 35 FPS és 100% a GPU, 99. Ej. Halálos nyugodtság. A Magyarszki úr, jó napot! Most nézem, apikám, még pont elcsíptem az üzidet. Nem vettelek észre. Szia-szia. Maria? A Mária az... nem jó neki. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Mivel is akkor vannak bajok? Maybe you should rest. Yeah. Okay. Pihenj. Rád fér. Hát mondjuk aztán, hogyha te... A... Mónika. Azt... A fejbőrödön már most 10 000 atka és poszmék, meg minden ilyen faszom nyű. Elalszik. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? Mi van? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? Most mondanám, hogy akkor mi lesz. I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Lol. Na. Hát ez szuper. Tehát ott van a Mária. Benne az ötösbe. Jó van akkor. És mi pedig? Hát de wait a minute, hol a liftecske? Ja, aha. Restroom. Jó, akkor várja, erre jövök, ma ott lesz szembe a lépcső. Toluk a pilliatív. A C4, ez zárva van. Na, a 3-es az nyitva van. Följ, bazd meg. Undorító. Itt egy save, lol. Oké, okay. That's it. Remek. Nagyon jó. Kint pászkának a szörnyek, ez... Ja, ez meg szimplán lefeküdt, de hát én nem is értem. Jó, és akkor ugye... Jaj, ne. Nem ilyen szerencsé, hogy találtunk itt a kis lőszerben. Vassza. Na. Teleszart búvárruha tipikus esete. Ebbe is voltam. Ja, jó. Jó, jó, és akkor itt tudom kinyitni ezt a szart. Remek. Ugye ez vezető. Ja. Nagyszerű. Hát itt nem tudunk kimenni. De miért akarnék kimenni? Jó. A C2-es. Hú, bazd meg, uram. Kösz. Na, ez zárva van. Holtak vésték be a sziklán. És akkor erre tudunk jönni. Remek. Egy irány, egy esély. L2, L3, ezeket akkor fődörítjük.
Egyike csak ilyen fűzik. Hát az mi a fasz? A nővérje. A Malvin. Na várj, itt az L2-ből be tudok mászni. Jajjaj. Abba baj lehet. Több ilyen kis pinanyalat van. Na, elövök egy lészert. Nem biztos. Erre viszont igen. Az az érdekes, hogy nem halt bele, még mindig él. Hát ennek két kicsit kellett volna, hogy legyen. De lehet, hogy kaptak valami HP boostot itt ezek. Oder. Oder was? Várjál, mert ez még nem jelenti azt, hogy kész, mert ezek a kis lurkolós kis gecik ezek. Ezek ugye szoktak itt támaszkodni nagy előszeretette itt a fal mellett. Just as I told. Vedd belő... Hát a... Akkor ne vedd belő, bazzák. Akkor ne vedd belő. Ez egyébként tuti, hogy inputlag skacok, mert ezek a dodge-ok, hogy azután én bekapom a hitet, de 10-ből 10-re úgyhogy kurva delay-esen nyomom, mert ez mind az inputlagnak a szakmai leírása. Ez az összes. Ugye ez a frame, a 30 frame, a 30 FPS miatt van ez. Jó. Kapott benne hívecske. Jó. Observation room. Jó, hát ez a shotgun töltény, az úgy látom, hogy fixen egy. Tehát ez itt nem szarozik. Ez egy. Jó. Megyek menten is, kacok. Mert olyan közel van a save pont. Mert csak a izé miatt mentem el amúgy a bánatos fagyás ellen. Hát hál' Istennek ráérünk, nem igaz? Meghalni se fogunk. Viszont ha kifagy, akkor ugye kezdhetem előről. Na. Akkor. Kérdés, hogy... de itt az L2-ben nem bírok bemenni. Lehet, hogy... Laundry. Uh-huh. Jaj. Megint a flash. Ó. Na, itt kettő soti! Várja, ez itt hol vezet? Ez a pihenőszoba, itt is bejövök. Kicsi a fasz. Ugye ezt itt most ki tudom nyitni, ha minden igaz. Így is van, ugye ez vezet vissza ide az elejére. Geci. Kili. Jaj, öreg! De én ezt már tényleg nem tudom. A fréne! No! Oh.
De nem baj, mert olyan egyébként, mintha tényleg egy ilyen retro játék lenne, érted? Amiben nincs több, amiben nincs több FPS, ha akarom, ha nem, akkor sincs. Egyébként van benne egy ilyen szürreális, úgymond ilyen fán rész, hogy ez így megy. Kajak, esküszöm. Egy ilyen minimális szürreális dolog. Bezd meg, na jó, van mindig is. Oké. Okay. And what we will do? Ó, kellett volna itt hagyni. Nagyon jó, nézzétek itt. Ja. Jó, és akkor erre. Ejha. Visszafeládé. Jaj, mi a faszom van itt? Oké, okay, várj a flip. Hát semmi nincs, hál' Istennek. Patient interview. Conducted in response to incident. Tehát valami történt és kikérdezték az egyik páciens. Azt mondja, arra emlékszem, hogy feküdtem a vízben üresen, és aztán éreztem őt. Éreztem, hogy bámul, közel volt, nagyon közel, ki kellett jutnom, el kellett menekülnöm, de követett, és csak folyamatosan bámult. Szóval megállítottam. És most ismét üresnek érzem magam, nem tudnánk visszamenni a medencéhez. Hát ez... fogyatékkal élő volt ő is. Uh-huh. Jó van, the all seeing eye. Jó, és akkor most de bejövök a direktóre office-éba. És nyitva van. Ha! És itt is van egy save. Oh, fuck yeah, baby. Hát itt nagyon közel vannak a save-ek, ezt nem is értem. Hál' Istennek. Jó. Hát ide kell egy kulcs. Jó. Ó, bazd meg, mi van itt. Patient, symptom, sudden outburst, aggression, visual, auditory hallucinations. What did I miss? I continue with the current therapy. Mm-hmm. What did I miss? It used to. Ez az 50-es páciens. Ugye ezek az értékelő lapok. Refuses food, delusions persist. Bathing required to be carried out in the treatment room. Constant surveillance. Jó, és elrakjuk. Ez a 90-es. Aha, most ezt be is jelöltük magunk a mapon. Move to L1, can be left alone, move to L1, aha. Tehát ezt meg berakták az 1-esbe, nem lehet egyedül hagyni. Oké, okay, ezt is elrakjuk. Szuper. Most a mapon megjelentek a cumpik. L1, igen. C3 a save. Jó. All right. Ott a kulcs, azt kell ide meg izét kell találnunk a... Ez valószínű az a beteg, hogy hívják lesz, amit rászoktak rakni a páciensekre, ugye ez a jelölő. Hopp. Ah, hogy volt három reménytelen esete, hogy már... Erre mondjuk nem volt a... Hello, pass. Onnan hiányzik egy gömb. Az már biztos. Yep. Aha, ide, oké, okay, tehát ide tudja, hogy kell találnunk egy gombot. Jó, ide akkor három ilyen... Ezért kell azt a karperec szart, a kórházit, meg akkor kell egy gomb. Remek. És akkor az fogja kinyitni ezt az ajtót. Zsír. Na, tudod, azt a vidős picsába. Hú, de kibaszott creepy ez, te jó Isten!
Na most a kérdésem az az, hogy ugye ezt hátulról leütöttem, mint vaka poharat, de hogyha szemből megyek rá, nyilván ez nem véletlen jön így szembe. Nézzük meg! Nézzük meg, mi történik, ha én erre most rámegyek, azt nagyon ütöm. Aha, így van. Így az akkor. Oké, ez mindenféleképpen hát, tehát ennek van egy kurva egy weak spotja, hátba tudod verni, akkor gyakorlatilag könnyebb, mint az első mob, így viszont ugye kalapálni kell jó sokat bele, ez jó volt, hogy megnéztük. És ez, ebbe biztos, ugye azért néztük ezt itt most, mert itt volt a szén. Tehát itt, hogyha egy olyat nyomok, hogy itt ő most eljön. Most erre kíváncsi vagyok, vagy lehet, hogy az első mob az... Haló? Gyere! Ez az. Most erre kíváncsi vagyok, hogy hátba verem, akkor mi fog történni. Ugye 10 ütés kevés volt bele. És ő most nem jön. Tehát ha én eltűnök... LOL. Ez mi a fasz volt? Lehetett a bőrezen át a feje? Lehet, hogy alvó pozícióban van. Lehet, hogy most tudnám agyon verni. Aha, ez oda. Jó lenne, több percig az éjjel, hogy reagál. Oda néz. Aha, és így meg hiszem beszed a szélét. Hát ez ellen ez lesz a tax. Előről nagycsöcsű csempió, hátulról meg egy hit. Király. Jó, hát ezt jó volt látni. Jaj. Mi a fasz? Ja, ez a shortcut. Igen, ugye ez vezet ide, jó. Ez itt a restroom. Jézusom. Fasza. Oké, kulcs. Így magyarázta ki Árpi. Ideg bajos. Amúgy igen, tényleg olyan, hogy rázkódik, bazzeg. Meleg. Oké, akkor ugye ez itt megvolt, ez zárva van, itt ezt megnéztük, itt a nénye. Bejövünk ebbe a négyesbe, zárva. Itt vagyok már szélén, meg várjál, nem tudom, hogy ez is zárva. Nézzük ezeket, hát ez is. Itt ide be kell tudnom jönni. What? És akkor ezt az alsó hármat hogy nézem meg? Mert nem lehet, hogy az M5-ösből tudunk akkor átkúszni. Biztos. Itt az M1.
Vazd meg ezek a szobák, te. Beauty, fucking beauty. Shotgun. Hopp, megint egy flash. Ok. Ez most miért van becsukva? Aha. Ide kell egy kulcs. Patient room. Ok. Egyébként most még tudjátok, mint gondolkodok, hogy ezek a nővérek, ezek szimbolizálják a tényleges nővéreket, tehát ebből lehet, hogy összesen 7 lesz. Azt nagyon adnám, ha az úgy meg lenne csinálva. Hopp. Ez egy tű. Belecsorbút. Egy meghajlott tű. Jó lesz fogpiszkálónak. Vagy ajtózár feltörése. Megint shotgun lősz. Hello, baby. Na, akkor ugye egyes a pityesz, kettes a shotesz. Töltsed befele. Oké, 6 lőszer fér bele. Hát ezt nem nagyon fogjuk vésztelni. Biztos, hogy nem fogjuk vésztelni. Oké. Okay. Ebből ugyanis van 120 lőszerünk. Ott van a minnyi. Hát ugye itt nagyon érdemes megfontolni a dolgot, hogy Évibe. Már... Várjál csak, és hogyha én most kedves uram mögéd jövök, így futva azt megbaszlak, akkor mi fog történni? Ez jó sikerült. Hát futva nem. De kikapcsolom, hogy... És kíváncsi vagyok, hogy így aggrózik-e. Érdekes a minnyi. Most jön utánam. Ha futok, az nem jó. Az nem fasza. És így már szerintem ezt meghallotta és átfordult. Na most van a másik sarkon kb. Most vesztett el az agrót. Ja. Érdekes. Hát ezzel itt már nem biztos, hogy tudunk mit csinálni, skacok. Aha. Kicsit VH-s, nem? Hello, 60. Most outplay-elem, ez DBD. Gyerekek, ez most DBD. Ez a baj, már ott van, baznak. A rohadék fixen fordul rám a sarkokon. Ja.
akkor megnézzük a múviát, jól nekik gyerülnek. Ekkor... Hol mentett? Hát ezzel millizni nem éri meg abszolút, mert kurva sok idő. És minimum 4 múvja van. Jaj, de ritca, 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 kukorica, hey. Na most azt kell megnézzük, hogyha egyből mögé megyek, akkor mi fog történni. Ez... Köcskeksz. Ugye most itt az van, ugye, hogy itt a shotit nem szedtük még föl, és ugye ez a bohóc, ez meg arra proccol. Tehát ugye nincs itt, viszont hogyha én bejövök... Ó, bazd meg, ezt most végig kell várni. Mindjárt meg kell mögé futni. Jaj, ezt nem lehet eltek... Ja, de el lehet, jó. Super. Oké. Köszönöm. 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 Ugye ott van szemben, és akkor most annyit fogunk csinálni, hogy most vókóval bejövök mögé. Megnézzük, hogy mi történik. És akkor erre egy kurva golyót nem kell előjünk, mert ez így viszont nagyon fasz, easy. Oké. Na most én arra gondolok, hogy azt a pinne, hairpinnel ki lehetne szedni. Ezt az ajtót. Jobbad meg, ez be van zárva, fasz. Nézzük meg, hogy itt valami mit volna. Itt van valaki. Sokám, akkor leteszteljük. Na jó, így viszont akkor megírezett. Nem, gyerekek, azért nem is akarok lényebb a gémbe, tehát még a shotgun is mellé megy a 30 FPS-tű. Tehát én amikor megnyom, nem ott van, és utána egy egyszer keltelik, és utána lövi el a lőszert. Annyira, annyira idegesítő. Annyira idegesítő, nem tudom elmondani. Hú, bazd meg. Szívem szerint a fegyvereket eldobnám, azt akkor inkább only melee. Borzalom. Tényleg rohadt idegesítős, kacok. Látjátok, bazen, mi történik. Csicska gyász. Mondjuk az, hogy most mellé ment a lő... Mármint, hogy nem tudtam backstabbelni, ez nagyon fura volt. Igaz? Na így kell speedrun gyakorolni, látjátok? Kibaszott kurva 30 FPS faszát. Most hátfordult, akkor megérezett. Na ugye futottam, nem tudom mi van. Kibaszunk a rendszerrel, visszamegyek menteni, hát inkább visszamegyek menteni, meg inkább megnézem még itt gyorsan ezt. Ó, és ez nem jó ide. Oké. Okay. Visszamegyek menteni, nem érdekel ezt játék. Hát bazd meg, nem tudunk eltalálni senkit, de olyan szinten ez van szörnyedelem. Hogyha esetleg lesz valami olyan boss fight, ahol ténylegesen majd lőni kell,
akkor kilépek, kiszedem a frame gent, és úgy fogunk neki menni, ezt már előzetesen is mondom. Fú. Szörnyedelem. Hello Józsi! Csövi! Mizu! Jön a nény, ne? Na nézzük, hogy most az hogy sikerül. Tetszik a játék, Sixi. Na most mi van? Tudom, hogy nem látom, most nem mondjuk. Menjél, te bubúc! Nem lesz jó. Próbáld meg még egyszer ezt a segben, kérlek. Egyébként, és ugye egy picit balra megy, de hogy ez az érzés, hogy elő magam, így van ez a recoilja, és így megy, még a recoil is így megy. Fú, bazd meg. Oké, viszont balra visz a weapon, tehát az egyértelmű balra visz. De hát ez a recoil, ez egy... De jó, látjátok milyen jól nem tettünk? Hát na, skacok... Én lehet, hogy le fogom szarni, elnézést, és tényleg a következő adást kiszedem ezt. Mert nem ér ennyit, akkor faszom, akkor szaggasson egy kicsit. Egy kicsi szaggatás az ettől sokkal-sokkal jobb. Tehát, hogy klasszi sokkal jobb. Ez egy szégyen. Most itt van, most megállítom, hogy visszamegy. Ügyes a játékom. Köszi, mert nem lódozok, ha egy gyorsabb lesz. Oké. Hát igen, Nightingale, tudom, de most ez csak azért van így berakva, hogy a streamen legalább egyenletesnek tűnjön a kép, semmi másé. Tehát én vállalom érte a szopást, vagyis hát eddig, de ez, hogy így... De, tehát, hogy ez ne tudjátok meg, hogy így érzésem milyen, ahogy húzom az egeret az egész. Tehát ez a 30 FPS és csicska szar, ilyen lötyögős fos. Úgyhogy nem bírom tovább. Nem tudom behúzni, hogy az egeret, hogy külnek. Most itt van már. Ott van. Még a mealibe is benne van ez a kibaszott clunky érzés. A mealibe. Aha, az L1-nek a kulcsa. Fasza. Na, skacok, úgyhogy eddig bírtam. Ez a... Hát nem akarok nyilván sokat lőni, de az, hogy abszolút kilövök egy lőszert, és a közelében nem vagyunk találatnak.
Ennyit nem ér. Az egész. Jó. Sparacsnyikov. Most ugye itt még van lejövő. Remélem itt minden zárva. Bár loot az adott lehet. Okay. Ja, ugye én az első adás után megnéztem a streamet, és és azért döntöttem úgy, hogy hagyom, mert kibaszott smooth a kép. Viszont itt egy save, ez jó hír. Ez az. Hagyjuk. Most remélem kapok valami izét, valami safe corruption-t, azt akkor kész is vagyunk. Tehát, hogy egy mob, ez az utolsó egy mob, meg ez a kibaszott lövési 30 FPS-es hos fél órát elvitt. Fél órát. De mentett. De skacok, elmentette. Elmentette, bazd meg. Ez nagyon jó hír. Uff. Uff. Borzasztó. Ugye ez vezet ide ki. Most valaki fölélet. Várj, ezek föléletben. Ha. Hát akkor meg aztán ezekre végképp egyetlen egy lőszert se fogok, mert ugye azt már egyszer lerippeltem. Úgyhogy ezeket ki kell urkó, vagy hogy hívják, hogy ezt cső. Na ugye ide kellett jönnünk, ha minden igaz. Oké. Na és oda föl kell. Ú, gyermekeim az égben. Itt valaki nyitogatja az ajtót. Na, majd innen fogom akkor. A tolás is fájdalom. Mit ezek a hangok, uram? Nem tudom, hogy belazek szoptatva valamivel majd. Rashford president. Na! Itt van valami papír. Azért ma hozták be a lányt, szegény nem mondott egy szót se, csak ott ült. Ugye... kezeibe temetkezve, sírt. Sarokágyhoz vittem. És úgy tűnt, hogy egy kicsit megnyugodott. Még azt hiszem, hogy rám is mosolygott. Ez egy fontos infó volt, ugye? Kérdés, hogy... Alatnikov. Ha itt megyünk oda-vissza teljesen? Jó. Kibazd meg. Megyek csak, ez itt nem mászik. Por schedule. A kurva anyád. Ez mi volt? A fasz nyekereg itt. Hú. Creepy boy. What? Mit csinálsz, te állat?
Tesókám, ez hülye. De én nem akarok lemenni. Féltem, vagy klaustrofóbiás. Ja, de ez szekrénynek a hátulja is. Ja. Most akkor visszaértünk az első emeletre, ha minden igaz. Mégpedig a, gondolom, az inner wardba értünk be, hogyha most oda érkezek le, ahol voltunk a másodikon. És nem. De beértünk egy olyan helyre, ahol... Aha. Pool. Ott a pool is. Fassa. Csibazd meg, uram. Hát innen csak egy út vezet ki. Instant halálcsapda, azt megmondom. Papír. Azt mondja, miért nem akarnak segíteni, miért tartanak egyáltalán itt ő vele? Engedjetek ki. Hát ez fasza. Fasz. Hát ez, ahol megint a flash. Hát még mindig figgom, nincs, hogy ez mire jó a game-ben ezek a flash-ek, amikor ide vippel a játék. Ez lehet, hogy ending, vagy nem tudom, hogy... Nem tudom, mi célt szolgálhatnak. A dolgok. Jaj, mi ez? Ó! Na ez kell a izére, a kézre. Mi történt? Jó, ott van a... Ugye ez az, amit... Amit megint mondtam, hogy... Oké, de ez mondjuk itt most nem tudok mit kezdeni velünk. Ajjajjajjajjajjajjajjajj. Ok. Nos, kacok. Kafetéria. Na most ugye, gyakorlatilag ez itt, ha jól látom, ennyi volt, tehát ez az egy nyílt ki. És akkor most megint itt vagyunk a save-nél, ami nem baj, de fönt még tudunk haladni, de viszont az a baj, hogy kéne menjek. Fölmegyek. Menjünk föl még. Hát ha bírok. Most már lépcsőn föl bírok menni. Meg várjam, milyen kulcs van nálam? Ja, meg ezt be kéne rakni a helyére, ugye? Igen, pár percünk van, és kacakom a adásból. De az várja, nem is itt van, hanem az emeleten van, az a karkötős puttony rész. Most az érdekelne, hogy azt mondja, itt key items. Ja, hogy itt egy ilyenünk van. Egy nyisd a kulcs. Egy itt is ezt. Miért van ilyen sötét? Anyádat. Most bejövök ide izéhez. Hát, hogy akkor... Úgy tűnik, hogy az is főket. Na, így és akkor inventory use. Jó. Akkor egy pipa. Lejárt a mandátum, így van. Nagy részéről rákerestem, és nagyon flash az előző game-ben lévő puzzle-ökre, vagy csak helyszínekre utal, meg megváltoztak, vagy egyáltalán nincsenek. Tényleg? Lol. Na ugye itt az ember eltűnt. Hát ez furán. Furán itt van. Na, amit még itt meg kell néznünk, az ugye a Woman Locker Room, ugye itt voltunk.
Ezzel mi a helyzet? Ez is eltűnt. Látjátok? Ezek így hermetikusan mozognak. Ugye ott is van egy storage, van treatment room. Hát még ezt megnézhetjük. Ja, mert ide nem tudok bejönni, de viszont innen be tudnék. Csak itt ugye a mamóka föl kell. De itt ide... Ott így van ennek. Ez itt kettő ilyen mármeláda is van. De itt még gyorsan megyünk, aztán... Mert hogyha ezek föl kellnek, skacak, akkor ennek gyakorlatilag semmi értelme nincs. Van egy papír. Gyere csak. Gyertek. Én már csak ezt meg szeretném nézni, mivel aztán a díj is a mentéstől folytatjuk. Itt nagyjából semmi nincs. Csak lúti lúti. Oké. Na, skacok, akkor innen fogjuk folytatni. Ez sajnos zsákutca. Viszont ott van egy papír, amit akkor majd megnézünk. Tehát ott a storage melletti ott abban a nurse station-osban, ott kell bemennünk a treatmentbe valószínű majd. Oké, na úgyhogy akkor innen lesz a folytatás. És akkor az a három szoba van, meg a következő emelet van. Meg még ugye az alsó szinten is még kell dolgozni. Oké, na skacok, akkor innen lesz a folyt. Én ezt el fogom tüntetni a búspicsába, ezt a framegenes dolgot, már ebből most már elég volt. Ez így, ez nem jó. Aztán leveszem lóra a grafikát, és akkor imádkozunk a 60 FPS-ért. Meglátjuk, milyen lesz. Oké, na skacok, holnap jövünk és folytatjuk a gémelést. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Jó pihenést mindenkinek. Szevasztok!